Sziasztok, Szandra vagyok! Hiányoltátok többen is az elfogyott termékes videókat, és az a jó hírem van, hogy ma ez fog következni. Ebben a videóban megosztom veletek, hogy milyen kozmetikumokat használtam el az elmúlt hetekben és hónapokban, illetve hogy mi a véleményem róluk. Remélem, hogy hasznos lesz számotokra ez a videó, úgyhogy vágjunk is bele. Ebben a kis, sőt nem annyira kicsi neszeszerben gyűjtögettem a tubusokat, meg flakonokat. Kezdjük a hajápoló termékekkel, mert hogy van itt most néhány. Az egyik, amiről szeretnék beszélni, az a Trezem Keratin Smooth hővédő spré, ami szerintem egy nagyon jó kis hővédő, én legalábbis úgy tapasztaltam, hogy tényleg védi a hajamat, bár nyilván ezt azért nehéz megmondani objektíven. És az az igazság, hogy én ezért nem is használok olyan nagyon gyakran ilyen hajformázó eszközöket, mert hetente egyszer vagy kétszer szoktam hajat mosni, akkor ennek megfelelően ugye meg is szárítom olyankor a hajamat, illetve vasalni szoktam a hajamat, de azt is max hetente egyszer, sőt van olyan, hogy csak két hetente egyszer, úgyhogy azért nem az van, hogy minden egyes nap használnék valami olyasmit a hajamon, ami által forró hőmérséklet, úristen, ezt a mondatot, ezt nem tudom, hogy akartam befejezni, mindegy, remélem értitek. Az az egy gondom volt vele, hogy körülbelül a flakon felénél elromlott, vagy valami történt a szórófejjel, mert hogy mindig, amikor elkezdtem ugye nyomni a hajamra a cuccot, akkor így az orrán száján elkezdett folyni belőle mindenhol. Úgyhogy így a vége felé eléggé szenvedtem már, amikor tényleg így be kellett vele fújni a hajamat, mert minden tiszta ragacs volt. Ennek ellenére újra vettem ezt a terméket, úgyhogy remélem, hogy a következő flakonnal nem fogok így járni, mert amúgy szerintem tényleg jó. A másik hajápoló, amivel már többször is találkozhattatok nálam, és amiről csak jókat tudok mondani, az a Schwarzkopf Bliss Night Elixir éjszakai hajápoló, éjszakai hajpakolás, normál vagy száraz hajra, ebből több verzió is létezik, én ezt a kék címkéset használtam most már több egyére is, és ez egy isteni jó hajápoló, ezt úgy kell használni, hogy lefekvés előtt bekened vele a száraz hajadat, és akkor reggel, amikor kifésülöd a hajadat, akkor nagyon finom puha lesz tőle. Én tényleg észreveszem a hatását, szóval tényleg, amikor másnap reggel felkelek, és kifésülöm a hajamat, akkor érzem, hogy ez nagyon jó. A többi verzióját nem ismerem, nem használtam, én csak ezt a normál vagy száraz hajra valót ismerem és használom, és most is használom, mert hogy ebből is vettem utánpótlást, szóval ez tényleg jó szívvel tudom ajánlani. Van itt még egy hajra való termék, ez a L'Oréal Paris Magic Retouch. Ez egy ilyen lenövésre való spré tulajdonképpen, amit hát én előszeretettel szoktam használni, amikor látok ilyen kis kósza őszhajszálakat, mert hogy a lenövésem az szerintem már olyan nagy, hogy gyakorlatilag lassan a fél hajam az már egy lenövés. De hogyha valakinek kisebb lenövése van, tényleg egy ilyen 5 centis, akkor szerintem ez a termék tök jó arra. Ez elég sok árnyalatban kapható, én ezt a sötét barnát használom, szépen el lehet vele fedni a lenövést, vagy mondom ezeket a kikandikáló őszhajszálakat. Nem tudom, hogy ti melyik táborba tartoztok, hogy tépkeditek-e az őszhajszálakat, mert hogy nálam még előfordul azért az, hogyha meglátok ilyen nagyon idegesítő helyen egy nagyon idegesítően kiálló őszhajszálat, akkor azt hiszem, hogy ördögcsipesszel kitépkedem. De mivel most azért már egyre több van belőlük, így azért nem állok neki mindegyiket kitépkedni, hanem ezt szoktam ráfújni, és szerintem tényleg jó. Úgy látom, nincs több hajápoló, úgyhogy lépjünk tovább az arcápoló termékekre. Ezt szerintem már nem nagyon kell nektek bemutatnom, ez a Garnier érzékeny bőre való micellás víz, amit én évek óta használok, és kismillió flakonnal elhasználtam már belőle. A két lépéses arctisztítás első lépéseként szoktam használni, vagyis ezt leszoktam még mosni utána. És én nagyon szeretem, mert tényleg szuperül leszedi a sminket, szinte mindent lehoz, kivéve ezeket a nagyon matt, tartós folyékony anyagrúzsokat, meg a vízálló szempillaspirált, úgyhogy azokat mindig kétfázisú sminklemosóval szoktam lemosni, de amúgy egy ilyen átlag arctisztításhoz szerintem ez tökéletes, árérték arányban is felhetetlen, én nagyon szeretem, úgyhogy továbbra is használni fogom. Van itt még egy arclemosó, ez a Transparent Lab Rose Calming Cleanser, vagyis ez egy ilyen rózsás arctisztító krém tulajdonképpen, ez egy ilyen krémes állagú lemosó, amit még a Liluland
webshopból rendeltem. Ez egy nagyon jó kis lemosó, nagyon gyengéd a bőrhöz, egyáltalán nem szárítja, nem irritál, nincs semmilyen kellemetlen, húzódó érzés a használata után. Úgyhogy aki szereti az ilyen krémesebb arctisztítókat, annak jó szívvel tudom ezt ajánlani. Szerintem még most is kapható a Liluland Shopban, mert ez egy eléggé népszerű arctisztító. És akkor ha már Liluland Shopról volt szó, akkor jöjjön ez a V-Sun Catch the Sun fényvédő, ami nem így néz ki, csak én ketté vágtam a tubust, hogy ki tudjam belőle szedni az összes krémet. Ez egy 50-es fényvédő, ezzel is találkozhattatok már, mert nagyon szeretem, elképesztően sokat elhasználtam már belőle, bár most már vannak más fényvédők is, amiket szeretek, de ez még mindig egy nagyon nagy kedvenc. Érzékeny bőrre való, nem tartalmaz illatanyagot. Én emellé nem is szoktam hidratálót használni, mert nagyon finom puha lesz tőle a bőröm, nagyon jól lehet rá sminkelni, szóval itt tényleg semmi rosszat nem tudok róla mondani, és ezt is lehet kapni többek között a Liluland webshopban, illetve, ha jól emlékszem, akkor a Müllerben is. A következő, amiről beszélni szeretnék, az a Neutrogena Hydro Boost Gel Cream, vagyis ez egy ilyen, miért nem magyarul mondom egyből, ez egy gél krém, egy tök egyszerű hidratáló krém, aminek ilyen nagyon könnyű géles állaga van. Én ezt éjszakára szoktam használni, de inkább így a nyári hónapokban, mert ilyenkor télen a hidegebb időben azért egy icipicit testesebb krémeket szoktam használni, de amúgy ez egy nagyon jó kis hidratáló, nagyon könnyű, gyorsan beszívódik, nem hagy semmilyen fura réteget a bőröm maga után, egyáltalán nem irritál, úgyhogy akár érzékeny bőrre is tudom ajánlani. Most nem ezt használom, hanem a kliniknek a... Mi annak a neve? Istenem, komolyan! Hol van az agyam? Szóval ezt a Clinique Moisture Surge hidratálót használom most, ezt is nagyon szeretem, de ez is egy tök jó kis hidratálókrém, és biztos, hogy fogok majd még venni belőle. És ha már a Clinique-et emlegettem, akkor elhasználtam egy flakonnal ebből a Clinique Smart Repair, Clinical Repair ránc korrigáló szérumból. Ez a neve ennek? Ránckorrigáló szérum, olyan furán hangzik ez. Na mindegy, szóval ez egy ilyen öregedésgátló szérum, hát elég jó cucc. Nagyon borsos ára van, de azt kell mondanom, hogy tényleg nagyon jó. Ebből ez a második, amit már elhasználok, nem közvetlenül egymás után használtam el a két tubussal, hanem volt közte szünet, de én észrevettem a bőrömön a változást, amikor ezt használtam. Valahogy kevésbé voltak látványosak a ráncaim, amikor ezt használtam. És ez egy ilyen nagyon kellemes állagú szérum, picit ilyen folyósabb, krémszerű állaga van. Nagyon jól beszívódik a bőrbe, és nagyon kellemes, puha tapintása lesz utána, de az igazán látványos hatás azért a rendszeres használata mellett látható. Érdemes figyelni az akciókat, amikor kedvezményesen lehet beszerezni ezeket a drágább termékeket, mert mondom, tényleg ez nem egy olcsó arcápoló, de nekem abszolút bevált. Van itt egy kézkrém, ami semmilyen kategóriában nem tartozik bele, úgyhogy bedobom most ide. Ez a Moroccan Oil kézkrém, amit, ha jól emlékszem, még tavaly vagy tavaly előtt kaptam ajándékba a Lilulandesektől, egy ilyen ajándék csomagban volt ez benne. És én most megnéztem az oldalukat, és vannak fönn Moroccan Oil termékek, de hajápolók, ezt a kézkrémet nem láttam náluk, viszont ezt lehet máshol kapni. Ez számomra tipikusan egy ilyen luxi kézkrém, szóval az illata is, meg az állaga is abszolút egy ilyen luxus érzést ad. Nem is tudom, ilyen fűszeres, testesebb, ha lehet ilyet mondani, téliesebb illata van. Elképesztően puhák lesznek utána a kezek, szóval ha valakinek szárazak a kezei, már pedig ebben a hideg időben ez elég gyakorlás, akkor ezt érdemes kipróbálnia, szerintem ez akár ajándéknak is tökéletes, mert mondom, tényleg ilyen luxus érzés használni ezt a kézkrémet. Ez egy sűrűbb kézkrém, viszont nagyon jól beszívódik a bőrbe, és tényleg isteni puhák lesznek utána a kezeim, vagyis hát voltak, amikor ezt használtam. Szóval igen, ez egy nagyon jó kézkrém, és mondom, szerintem ajándéknak is tökéletes lehet. Van itt még egy parfüm is, amit még nyáron használtam el, és most, hogy így ránézek az üvegére, nem tudom felidézni, hogy ennek milyen illata is volt. Egyébként ez a Oriflame Miss Jordani Floral parfüm, és igen, ez egy ilyen kis könnyed, virágos illat, igazából semmi extra, ez a tipikus ilyen hétköznapi illat, ami nem túl feltűnő, nem nagyon zavaró, vagy nem túl sok.
tényleg egy ilyen kis édes kis semmiség. Na, és akkor jöjjenek a sminkek, azon belül is az ajakápolók. Volt még egy ajakápolóm, amiről akartam beszélni, de hova tűnt? Megvan. Szóval, jöjjenek először az ajakápolók, mert hogy van 5 darab, amiről szeretnék beszélni, légy színe ítélkezzetek. Ez van. Mondom akkor azokat, amik nem annyira jöttek be nekem. Az első az a Bondi Sands ajakápoló, amiben 50-es fényvédő van, és a Toasted Coconut névre hallgat, ami azt jelenti, hogy ilyen kókuszos illata volt. Nekem az illata is egy picit valahogy fura volt, de még az zavart a legkevésbé, ugyanis a fő problémám az az volt vele, hogy eléggé sűrű volt, és nagyon nehéz volt kinyomni ebből a tubusból, szóval tényleg így neki kellett veselkednem, hogy ki tudjam nyomni az ajakápolót ebből a kis tubusból, és én a hidratáló hatását is kevésnek éreztem, ami mondjuk nyáron nem volt azért annyira gáz, mert nyáron azért nem szoktak olyan nagyon-nagyon szárazak lenni az ajkaim, de még akkor is egy kicsit kevésnek éreztem, úgyhogy így elkenegettem, meg elhasználtam, de igazából nem voltam túlzottan elégedett vele, azzal meg pláne nem, hogy azért ez nem egy olyan nagyon olcsó ajakápoló, szóval ez számomra csalódás volt. Aztán van még itt egy Pemdelian Iconic Lips peptides dúsító ajakápoló, ez a blush pink árnyalat. Hogy mondjam, nekem ez kicsit olyan meh. Nem volt rossz, de annyira nem is voltam elájulva tőle. Ez egy színezett ajakápoló, nagyon enyhén világos rózsaszín árnyalatú. Nekem mondjuk annyira ez a szín sem tetszett, egy picit nekem túl világos volt, vagyis hát az én ajkaimon. Biztos, hogy van olyan, akinek jól áll ez a szín, de nekem nem feltétlenül. Ennek is egy kicsit kevésnek éreztem a hidratáló hatását, illetve nem láttam azt, hogy dúsabbak lennének az ajkaim, amikor ezt használom. De nem voltam úgy rossz, szóval ezt is úgy elhasználgattam, de nem fogom újra venni. Erről a Catrice hűsítő ajakolajról is beszéltem már, hogyha jól emlékszem. Azért extra, mert egy ilyen kis fém applikátor van a tubusnak a végén, viszont nekem nem igazán jött be ez az applikátor, ezzel inkább csak úgy elkenem, mármint hogy szétkenem, inkább úgy mondom az ajakápolót az ajkaimon. Hajlamosabb vagyok kimenni az ajakvonalán túlra. Nem rossz érzés egyébként ezzel a kis fémbigyóval genegetni az ajkaimat, de valahogy én nem igazán éreztem praktikusnak. Maga az ajakolaj nem volt benne rossz, de nem voltam tőle elájulva, a színe az szép volt, de azért kevéssé látszott az ajkakon, szóval ezzel is kicsit úgy vagyok, mint ezzel a Pemdelian ajakápolóval, hogy egynek jó volt, de nem fogom újra venni. Viszont itt van 2 ajakápoló, amit meg nagyon-nagyon szerettem. Az egyik az a The Body Shop kendermagolajos ajakápoló, aminek már nem ilyen a csomagolása, ez nekem már egy igencsak régi verzió, de most találtam meg a kiürült kis tubust, úgyhogy gondoltam megmutatom, mert ez egy nagyon jó ajakápoló. Különösen így a téli időszakra tudom ezt ajánlani, mert ez tényleg még a legszárazabb ajkakat is rendbe teszi. Mondom, most már ne ilyen formába keressétek, hanem valamilyen új csomagolása van, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó ajakápoló így a hidegebb hónapokban. És végül itt van még ez a Catrice Care in Colors színezett ajakápoló, amit szerintem már szintén említettem nektek, de ha nem, akkor most elmondom, hogy mennyire nagyon szeretem, szerintem zseniális. Egyrészt, mint ajakápoló is szuper, de én leginkább a színét szeretem. Egy ilyen nagyon enyhe szint ad az ajkaknak, ugyanakkor táplálja és ápolja is az ajkakat, szóval nem csak szépek lesznek tőle az ajkaim, hanem puhák is. Isteni a textúrája, szóval nagyon kellemes viselet az ajkakon, szóval erről csak jókat tudok mondani. Menjünk tovább a sminkekkel. Van itt 2 alapozó is, amiket elhasználtam az elmúlt hónapokban. Az egyik az a Rimmel London Lasting Finish alapozó a 103-as True Ivory árnyalatban. Ebben 20-as fényvédő van, erősen fedő alapozó, tényleg nagyon jó fedése van, gyönyörűen egységesíti a bőrképet. Ugyanakkor nem egy ilyen nehéz valami, szóval nem ad egy ilyen nagyon természetellenes bőrképet, amikor felviszed az arcodra. Nem az van, hogy egy ilyen maszkszerű valami van a bőrödön, hanem tényleg szép sminket lehet elkészíteni vele. Ha jól emlékszem, akkor ez nem matt hatású, viszont nem is egy ilyen nagyon ragyogó finisű valami, hanem tényleg egy ilyen természetes
hatású alapozó, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kis alapozó. És amit szintén nagyon szerettem, az a Maybelline New York, mi ennek a neve? Superstay 24 órás hosszantartó és erősen fedő alapozó megvan. Ez egy nagyon jó kis alapozó, tényleg erős fedésű és hosszantart, úgyhogy ha ez fontos számotokra, hogy tartós legyen a sminketek és sokáig szép maradjon, akkor mindenféleképpen tudom ajánlani. Viszont körülbelül a felénél elromlott a pumpája, úgyhogy úgy tudtam használni, hogy lepattintottam gyakorlatilag így a tetejét, és akkor így kiturkáltam ezzel a kis csővel. Szóval ezzel így, amennyire tudtam, kiturkáltam belőle az alapozót, de még így is maradt egyébként benne, mert hogy ez ugye nem ér le teljesen a legaljáig, szóval lehet, hogy ebből még fogok tudni használni. Remélem ez nem mindegyik alapozójukkal van így, de azért ez nagyon bosszantó volt, és nagyon megnehezítette a használatot. Ennek ellenére magát az alapozót nagyon szerettem, és mindjárt mondom azt is, hogy ez melyik árnyalat. 06-os fresh beige árnyalat. Egyébként egy icipicit talán sötét volt nekem ez az árnyalat, de azért még pont tudtam használni. Ettől a Sigma alapozó ecsettől is el kell búcsúznom, ugyanis valószínűleg elengedett a ragasztás, vagy legalábbis kezd elengedni, mert az utóbbi hetekben minden egyes alapozásnál több szál is kijött belőle, már itt is látszik, hogy most is lóg ki belőle néhány. Fájó szívvel, de el kell engednem ezt az alapozó ecsetet, és egyébként ez nekem akkora ilyen nosztalgia faktor, ez a Sigma ecset, mert ezt még így nagyon a blogolás meg a videózás elején szereztem be, és akkoriban nagyot mentek ezek a Sigma ecsetek, emlékszem, és úristen, teljesen oda voltam, amikor megvettem az első ilyen Sigma ecsetemet, és ezt tényleg nagyon szerettem, és hát mondom, szerintem vagy 10 évig használtam, ami azért elég durva, de hát úgy tűnik, eljött az idő, hogy elbúcsúzzak tőle. És végül, de nem utolsó sorban, van itt még 3 szempilla spirál is, hogyha a 3 közül egyet ki kellene emelnem, akkor szerintem az a L'Oréal Panorama szempilla spirál lenne. Szerintem ezt szerettem a legjobban a 3 közül. Ez egy ilyen, ez egy ilyen szilikonkefés szempilla spirál, picit így elvékonyodik a kefének a feje, és gyönyörű szempillákat lehet vele csinálni, szóval tényleg isteni ez a szempilla spirál, nagyon jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek. És ezt a másik kettőt is nagyon szerettem, a Maybelline The Colossal Curl Bounce After Dark szempilla spirál is nagyon szuper, ez ilyen hagyományos szőrkefés spirál, nagyon szépen íveli a pillákat, szépen szétválasztja őket, úgyhogy szerintem ez is nagyon szuper, és hát a 3 közül a legolcsóbb az pedig a Catrice Glamondol False Lashes szempilla spirál, ennek is ilyen szilikon sörtéskeféje van. Ennél azt tapasztaltam, hogy egy kicsit maszatolódik, vagy nem tudom, hogy már vége fele volt ez, és lehet, hogy azért maszatolódott, mert már nem volt a legfrissebb a spirál, nem tudom. Ettől függetlenül azért nagyon szép pillákat lehet vele csinálni, és szerintem árérték arányban egy nagyon jó kis szempilla spirál. Ezek voltak azok a termékek, amiket az elmúlt hónapokban elhasználtam, és szerettem volna megmutatni nektek. Remélem, hogy tetszett ez a videó és hasznos volt, hogyha igen, akkor szuper lenne, hogyha nyomnátok rá egy lájkot, illetve írjatok kommentet is, akár azt is, hogyha próbáltátok valamelyiket ezek közül a termékek közül, akkor nektek hogy vált be. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, és találkozunk következő alkalommal is. Sziasztok!